Sziasztok! Na, hát egy icipicit elkéstem. Upszi, ez hogy került oda? Hát, hello! Remélem, hogy látni fogom itt majd a neveiteket, meg a mindent is, de megpróbálok majd a Facebookról és telefonomról is belépni. Hát, sziasztok! Hát itt kilépek. És a másikon megnézem. Na, hello mindenki! Szóval hoztam a következő eszközt magunknak. Most már látom, hogy 8-an vagytok. Annyit tegyetek meg, léci, hogy írjatok már nekem egy kommentet. Hello! Sajnos a neveteket nem látom. Azt írja ki a StreamYard, hogy Facebook user. Próbáltam egy picit jobb hangot csinálni magunknak ma estére. Can't post comments to Facebook groups. Na jól van, se baj. Szóval szereztem egy mikrofont, és akkor arra gondoltam, hogy ez jobb lesz, mert ugye mindig az szokott lenni a problémánk, hogy súrlódik, és ez a pici kis mikrofonom tönkre ment sajnos ma reggel a brilliáns tagságos hanganyagban ez kiderült. Úgyhogy, na itt is van a kis live-om, jól van. Súrlódik, és ez a pici kis mikrofon. Na. Andi, jaj, Rita, sziasztok! Na, kiteszem ide a telefonomat, és akkor látlak titeket, mit szóltak, hogy ki írt, és mit írt. Na, hát először is hang, minden rendben. Most arra vagyok kíváncsi, hogyha közelebb megyek, akkor jobban hallotok, meg hiány, most veletek tesztelem, cuki vagyok, nem? Hogy veletek tesztelem, hogy hogyan működik. Rita szerezte nekem a mikrofont, múlt héten hozta, úgyhogy ma van első alkalommal használva, remélem, hogy szuper. Na, sziasztok mindenki! Bocsi a késésért, az történt, hogy nem engedett a Zoom kijönni live-ba itt a csoportba, úgyhogy végül a StreamYardot választottam. A telefonomban meg ezt a mikrofont nem tudom beledugni, úgyhogy így maradtunk. Na, most már a Martint látom, hogy írt, és akkor ezek szerint ki fog érni a StreamYard a neveteket. Na, hát hogy vagytok? Most már azért elég régóta tart ez a kis kihívásunk. Én nagyon imádom, én nagyon sokat használom az eszközöket. Jó hang. Klassz. Imádom. Szuper. Itt is nézem, ott is nézem. Henny. Hát Hennykém, szia. Szép napot neked. Távolabb is jó, közel is jó, amikor vagyok. Cool. Akkor jó. Na, akkor ezzel már nem kell aggódnom. Szóval, hol is kezdjem? Hát majd írjatok, hogy hogy vagytok, meg hogy hogy megy a kihívás. Ne feledjétek, hogy van ez a kis játékunk, amivel lehet nyerni tagságot a pénzes programba, ami majd 14-én, június 14-én indul, az a címe, hogy a nagy pénzteremtés, ahol minden reggel fogunk találkozni Zoomon, vagy minden este, vagy meglátjuk, megvan már a beosztás, ott van az esemény leírásában, megtaláljátok, és erre lehet nyerni egy darab tagságot, hogyha megosztjátok hashtaggel az élményeiteket. Nyugodtan írhatjátok azt, hogy hashtag eszközzsunkie, az a legklasszabb, mert akkor könnyedén meg fogom találni. Lehet, hogy az agyam nem fog annyira járni, mesélnem kell nektek egy csomó mindent, mielőtt belecsapunk itt a dolgokba. Fú, hát elmentem ugye Mexikóba, az egy klassz kis utazás volt nekem, és én előtte nem ettem egyáltalán laktózt, meg glutént, meg semmit, és akkor ott így elkezdtem, hát az erős túlzás, hogy visszaszoktatni magam, de elkezdtem mindent is enni, úgyhogy aztán ez a kis bőröm eléggé megsínlett, ez most is szerencsére videón nem látszik. De a testem egy olyan napért kiáltott, amikor megadom neki azt, hogy pihenhessen, mert hogy mióta elmentem Mexikóba azóta, minden este valahol vagyunk, ugye visszajöttem utána, meg kinyitottak a helyek, úgyhogy minden este valamelyik barátommal ülök valami klassz helyen, és tegnap este a testem az utolsó ilyen kiülős, beszélgetős, koktélivós este után azt mondta, hogy nem, köszönöm szépen, ennyi volt. Úgyhogy ma feltettem néhány kérdést, és hát azt kérte tőlem, hogy igyak sok-sok teát és sok-sok vizet, úgyhogy ma ez megtörtént, viszont az elmém az teljesen ráfüggött a cukorra, úgyhogy ha ma nem leszek annyira összefüggő, akkor ezt nézzétek el nekem, de úgy döntöttem, hogy akkor is megtartom ezt a live-ot, ha összefüggő leszek, ha nem. Szóval hoztam magunknak néhány eszközt mára, ugye onnan indultunk, még a leges legelején, hogy légy a tér, tegyél fel kérdéseket, és leginkább az előző live-nak ugye ez lett volna a lényege, hogy a kérdésekről átmentünk oda, hogy légy a tér, légy jelen leginkább. És szerettem volna ezt egy picit tovább vinni magunknak, most nem fogunk olyan nagyot ugrani,
ugyanakkor mégis egy fontos kis részlettel szeretném kiegészíteni magunknak ezt az eszközt. Szóval ugye volt arról szó, hogy tegyünk fel kérdéseket, hoztam nektek egy csomó kérdést, most az a tervem, hogy a héten minden napra hozok egy klassz kérdést, be fogom ide írni a csoportba, és akkor ezeket a kérdéseket tudjátok használni. Hát, hogyha szeretnénk tudatosabbak lenni, szeretnénk az életünket megváltoztatni, vagy hogyha vannak az életünkben dolgok, amelyek nem működnek olyan klasszul, akkor az első és legfontosabb dolog az, hogy jelen legyünk azzal, ami van, jelen legyünk azzal, amit szeretnénk megváltoztatni, és aztán attól, hogy valamivel jelen vagyunk, és elfogadjuk azt a tényt, hogy most ez van, ez nem jelenti ám azt, hogy nem akarjuk megváltoztatni. De az egy tér, az egy másik fajta tér, ahol megengedésbe kerülünk az éppen ott lévő dolgokkal. Azt érdemes azért tudni, hogy az életünkben mindent mi teremtünk, még akkor is, hogyha ez sokszor fájdalmas, és ez nem hangzik túl jól, és érezhetjük úgy, hogy én nem vagyok benne biztos, hogy teremtek, hogy lehetnék ennyire hülye Nikolett, hogy ennyi szar teremtek az életemben. Én azt vettem észre magamon, hogy minden alkalommal, amikor ilyen hülyeségeket teremtek, van valami, amit azzal kapcsolatban imádok. Szerintem ez tesz minket különbözővé másoktól, hogy nem kifelé tekintünk, meg nem azt keressük, hogy mások miatt miért olyan az életem, amilyen, hanem hogyha nem is azt mondanám, hogy vállaljuk a felelősséget, de hogyha ránézünk arra, hogy a választásainkkal teremtünk, és minden, ami ott van az életünkben, mi teremtjük, akkor ez lehet egy picit ilyen gumipapucs, de aztán utána ez lehet egy olyan lehetőség, hogy az klassz, mert akkor én leszek az, aki ezt meg is fogja tudni változtatni. Szóval innen indultunk, ugye, amikor volt az basszus, Mexikóba voltam. És el sem mondtam nektek, hogy megyek vissza Mexikóba június 22-én, mert hogy lesz egy másik tanfolyam, úgyhogy úgy döntöttem, hogy visszamegyek. Erre megvettem a jegyeket, és kiderült, hogy szeptember 16-án a minősített facilitátor képző szintén Mexikóban lesz Puerto Vallartán, úgyhogy szerintem több időt fogok tölteni Mexikóban, mint Budapesten idén. Hát ez van. Valami biztos van ott nekem, ami klassz. Úgyhogy nem fogjuk abba hagyni a kihívást, attól, hogy úton leszek, ez nem fog jelenteni semmit, attól mi folytatjuk. Szóval, ahová el akartalak ma vinni benneteket, és tényleg szeretném, hogyha ez egy ilyen gyönyörű kis folyamat lenne, amiben, hogyha végigcsináljátok velem ezt az egész kihívást, akkor lesz arra lehetőségetek, hogy klasszul, és másféleképpen ránézzetek az életetekre, meg a jelenlévő helyzetekre. El akarok nektek mesélni egy történetet. Tegnapról. Az történt, hogy néhány héttel ezelőtt, utána egy hónappal ezelőtt, így csak följött a fejembe, hogy lehet, hogy el kellene kezdenem foglalkozni egy picit többet a lábammal, ugye, hogyha nem tudjátok, akkor volt egy motorbalesetem 5 évvel ezelőtt, ahol szó-szó majdnem elveszítettem a lábamat, úgy volt, hogy leamputálják. Aztán ez szerencsére nem így alakult, és akkor utána kaptam sok-sok hideget-meleget a nyakamba, hogy most nem fog tudni többé járni, vagy majd ilyen kis sánta leszek, sőt, még azt is mondta egyszer valaki, hogy lehet, hogy én magam fogom kérni, hogy amputálják le a lábamat, mert hogy olyan krónikus fájdalmaim lesznek, ugyanis a baleset következtében elveszítettem ott az ízfelszínrőlnek a sok százalékát. De aztán valahogy úgy alakult, hogy mégiscsak tudok járni, minden szuper klassz, de úgy éreztem, hogy azt hiszem, erre egy picit rá kellene néznem, és én azt vettem észre, hogyha jön valami a fejembe, akkor attól nem megijedni kell. Tehát ezt én éberségnek hívjuk, ugye? De mondjuk így, hogy jön valami a világodba, valami gondolat, hogy ezzel kellene foglalkozni, akkor én azt gondolom, hogy ez nem véletlenül történik, és én szeretek ezekkel ilyenkor foglalkozni. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy felhívom az orvosomat, aki annak idején klasszul megmentette a lábamat, és akkor megkérem őt, hogy nézze meg. Na hát, kaptam is időpontot, tehát Mexikó miatt ugye csak mostanra, és tegnap vasárnap elmentem, hogy megnézze a lábamat. És akkor csinált egy röntgent, és a röntgenről kiderült, hogy kívülről nagyon pofásan néz ki a lábam, de belülről egyáltalán nem. Az ő véleménye szerint még van 5 klassz évem, hogy tudjak járni, amikor elkezd ez romlani, és aztán ez elég fájdalmas lehet hosszú távon. És aztán nekem ez nem volt könnyű. Minden esetre kérdeztem, hogy mi a teendő, és mondta, hogy kell csinálnunk egy MR-vizsgálatot,
viszont van bent egy csavar, amit nem tudtak annak idején kiszedni. És ezt ki kellene onnan operálni, mert addig nem lehet övervizsgálatot csinálni, meg ott ültem, hogy jó, hát akkor operálja ki, mikor operálja ki. És akkor kiderült, hogy megyek Mexikóba, meg szabadságra, és akkor egyetlen egy darab nap van, júliusban, amikor mindketten ráérünk, úgyhogy július 9-én ki lesz szedve onnan ez a csavar. És az az izgalmas ebben, hogy amiért elmesélem nektek ezt az egészet, hogy milyen érdekes, hogy mennyi mindent mondott ő is nekem, és azt vettem észre, hogy ahhoz, hogy ne menjünk le azon az úton, hogy Úristen, most mi lesz, ha nem tudok járni? Mi lesz velem? Hogy lesz? El se indultam azon az úton, csak ott ültem, és egy kérdést tettem fel magamnak, hogy mi az én valóságom? És nekem jelenleg nem valóságom az, hogy nem tudok a lábamra ráállni, vagy hogy nem tudok járni, vagy hogy annyira fáj, hogy folyamatosan fájdalomcsillapítókat kell szednem. Ez is benne van a jövőben, ez is egyfajta jövő, de azt vettem észre, hogyha hiszünk a csodákban, és hajlandóak vagyunk bármit megtenni azért, hogy változást hozzunk létre az életünkbe, hogy ha hajlandóak vagyunk az a tér lenni, amiben a dolgok megváltozhatnak, akkor nincsen okunk aggodalomra. És egyrészt azt mondtam az orvosnak is, hogy figyú, az még 5 év. Szerintem 20 év múlva az emberek bekapnak egy tablettát, és lábat fognak maguknak növeszteni. Hát én mondom, szerintem velem ez fog történni. De addig még van egy csomó idő, mondom, hát mit tehetünk? És mondta, hogy hát az első dolog, amit tehetünk, hogy ki kéne venni azt a csavart. Mondom, jó, hát akkor vegyük ki a csavart. De hát menjen haza, Nikolett, gondolkodjon rajta egy picit. Mondom, hogy nincs ezen, mit gondolkodom. Nekem ez tök könnyű, hogy megműti a lábamot. És aztán ez az egész folyamat olyan klassz volt, mert miután eljöttem, utána így gondolkodtam ezen, és aztán a brilliáns tagságba készítettem is erről egy hanganyagot, hogy mit jelent önmagadnak lenni, mit jelent tudatosnak lenni. Nem azt jelenti, hogy nincsen az életedben olyan dolog, ami kényelmetlen, kellemetlen, rossz hír. Nem arról szól, hogy minden tökéletes, minden szuper, és neked mondjuk nincsenek problémáid, hanem szerintem ez az egész attól nagyszerű, hogy ugye van is egy definíciója a tudatosságnak, az Access Consciousness-nek a definíciója a tudatosságról az, hogy a tudatosság mindent magába foglal, és ezeket nem ítéli meg. Magába foglalja azt is, hogy lehet, hogy 5 év múlva majd cokik is, nem tudom, mankóval fogok járni, vagy bokaprotézisem lesz, vagy mit tudom én, hogy mi fog történni. Szerintem nem így fog történni, de mondjuk tegyük fel, ez is egy jövő. Hanem azt jelenti tudatosnak lenni, hogy amikor ezek megjelennek a világunkban, akkor erre reagálunk-e? És ha igen, hogyan reagálunk? És én ezt is odaadnám ma nektek, hogy mi kellene ahhoz, hogy kevesebbet legyünk reakcióban? Amikor jön egy hír, mond valaki valamit, akkor ne menjünk bele a reakcióba, és akkor tovább akarom nektek vinni, ez egy nagyon érdekes dolog, szerintem sok, remélem, hogy sokotoknak lesz most egy pár ébersége, hogy mennyire ezt csináljuk az életünkben. Szóval megkaptam ezeket a híreket, hazajöttem, és úgy döntöttem, hogy én most életemben először nem fogom felhívni a családomat, és lesokkolni őket, mert ismerem őket, hogy elkezdenek azonnal aggódni. Az ő aggodalmuk mit fog teremteni? Hát, még több aggodalmat az én világomba is, és még ki is vetítik rám, hogy aggódni kell, és utána majd mindig kérdezni is fogják, hogy de mi a helyzet? De már voltál-e? De már megcsináltak-e? Minden rendben van. És úgy döntöttem, hogy ahelyett, hogy felhívnám őket, és most körbehívnám az egész családot, és elkezdenék ezen traumadrámázni, itt most nekem van választásom. Van választásom, hogy merre megyek tovább, és emlékeztek, annyit beszéltem nektek erről, hogy az életünk teremtésének az egyik legfontosabb alappillére az, hogy mi mit teremt. Ha ezt mondom, mit teremt, ha nem mondom, mit teremt. Ha itt reakcióba megyek és kiakadok, mit teremt, ha nem, mit teremt. És itt a lényeg, hogy nem mind, tehát hogy a tudatosság magába foglal mindent. Azt is magába foglalja, hogy elküldök valakit a francba. A tudatosság nem arról szól, hogy jaj, de cukik vagyunk, és minden rendben, és minden rózsaszín, és olyan csodás minden, és jaj, persze, belém rúgtál, semmi gond. Tehát én annyira tudatos vagyok, hogy nem gond. Ugye, nem erről szól,
hanem arról, hogy mindig azt választod, ami a legjobban működik. Mi van, ha néha az működik a legjobban, hogy leüvöltöd a gyereket fejét? Mert mondjuk lehet, hogy megmenekül attól, hogy elcsapja őt a kocsi holnap. Szóval, hova vinni akarlak benneteket ezzel az egész, hogy mi lenne, ha mostantól, még azért tart ez a kihívás egy darabig, azzal is játszanátok, hogy mielőtt reagálnátok a dolgokra, megállnátok egy pillanatra, ez kívülről még annyira sem fog tűnni, belülről egy pici lassulásnak fog tűnni, és ránéznél arra, hogy oké, ha ezt csinálom, mit teremt, ha nem ezt csinálom, mit teremt, ha ezt választom, mit teremt, ha nem ezt választom, az mit teremt. És ettől elkezd az életed egy tudatosabb hely lenni, egy izgalmasabb hely. Ez igaz pénzügyeidre, ez igaz a magánéletedre, a szexuális életedre, a családoddal való kapcsolatodra és mindenre. És én, ha ránézek a saját életemre, mindig az jön, hogy én csak teremteni szeretném az életemet, tudom azt, hogy mi az, amit szeretnék, hogy legyen mondjuk 5 év múlva az életemben, ezért hajlandó vagyok bármit megtenni, ami szükséges. Ugyanakkor, és akkor itt jönne a lényeg ennek a mai, majdnem azt mondom, hogy hívásnak, Facebook Live-nak, hogy oké, szóval akkor legyek én jelen. Ugye erről beszélgettünk a múltkor. Tegyek föl kérdéseket, de ugye abból indultunk, hogy tegyünk fel kérdéseket, legyünk jelen, mert amikor csak így dobáljuk bele a világba a kérdéseket, hogy mi kellene az, hogy ez megváltozzon? Annyi jó klassz kérdést hallok itt, a Niki olyan jókat ír ki itt a csoportban, és csak így föltesszük a kérdést. Ha nincs meg hozzá ez a jelenlét, bocsi, azért nézek le, mert közben itt van. Itt is itt vagyok, csak itt nézem a kommenteket, meg mindent, mert hogy itt ezt látom, ott azt látom, úgyhogy próbálok így ügyeskedni, hogy mindenhol lássam, hogyha írtok esetleg bármit. Szóval ahhoz, hogyha olyan úgy akarok feltenni nyitott kérdéseket, hogy meg is akarom változtatni vele a valóságot. Ugye beszéltünk erről már a múltkori ilyen live-okban, hogy maga a kérdés az egy algoritmus megszakítás. Szóval van az életedben egy ritmus, amit már nem szeretsz, akkor a következő lépés az lehet, hogy fölteszel egy kérdést, és akkor ezt a folyamatot, ami zajlik, ezt így bam, meg tudod szakítani. Szóval, hogyha a pénzügyeid nem úgy mennek, ahogy szeretnéd, és szeretnéd ezt a folyamatot megváltoztatni, akkor az első dolog, amit tehetsz, hogy fölteszel egy kérdést. Például fölteszel egy nagyon egyszerű kérdést, mondok. Mi kellene ahhoz, hogy ez megváltozzon? Kivé kellene válnom, hogy ez megváltozzon? De ha ez csak így bedobod a világba úgy, hogy nincs hozzá jelenlét, akkor a legtöbbször ezek a kérdések nem működnek. Szóval ugye a múltkori live-ban arról beszélgettünk, hogy légy jelen, amikor kérdést teszel fel, és akkor sokan kérdeztétek, hogy na jól van, de hát hogy a tökönben legyek jelen? Igazándiból nem az a kérdés, hogy hogyan legyél jelen, hanem a kérdés az, hogy mi mindent teszel azért, hogy ne legyél jelen. Ugyanis neked végtelen lényként az egy természetes képességed, hogy folyamatosan jelen vagy. Szóval ezt nem kell tanulni, ezt a szándékodtól történik. Csak fogod magad, és visszahozod magad ide ebbe a 10 másodpercbe. Ami nekem nagyon sokat segít, hogyha a testemet mondjuk megérintem, mondjuk a mellkasomat nagyon szeretem. Veszek néhány mélyebb lélegzetet. Emlékeztek, mondtam nektek ezt a 16 másodperces meditációt, ahol 4-re belélegzel, 4-re bent tartod, 4-re kilélegzel, 4-re kint tartod. És ez alatt a 16 másodperc alatt jelen is vagy. Minden, amit a testeddel csinálsz, főleg a légző gyakorlatok, ezek szuper klasszul idehoznak egyébként a jelenbe. És hogyha úgy érzed, hogy mindjárt megőrülsz, mindenki kapja be tökömet, minden tököm tele van, elmegy előttem a villamos, akkor ahelyett, hogy hagynád, hogy ez a folyamat elkezdje magát generálni, akkor egy szuper klassz így meg tudod magad fogni és visszahozni a jelenbe. Én ezt vettem észre, hogy nekem volt egy ilyen tendenciám korábban, ahol folyamatosan azt csináltam, hogy történt egy rossz dolog, na ki van ezzel így még rajtam kívül, történt egyetlen egy rossz dolog, és az az egyetlen egy rossz dolog elindított egy ilyen spirált lefelé. És azt vettem észre egy idő után, hogy ezt én csinálom, mert volt egy ilyen fix nézőpontom, hogy jaj, de most minden el fog romlani. Ah, mindig így kezdődik. És akkor eljöttem arra, hogy mi van, ha ez is csak egy fix nézőpontom, és aztán rájöttem, hogy eléggé van egy ilyen fix nézőpontom.
Szóval, amikor nem engeded meg magadnak, hogy lemenj ezen az úton, hanem elcsíped magadat, amikor ezt csinálod, akkor a dolgok elkezdenek megváltozni. De ugye te leszel az, aki el tudja magát csípni. Szóval jelenlétből kérdezni, és akkor itt van az, amit hozzáadnék még pluszba a kérdezéshez. Szóval ugye múltkor is adtam nektek néhány kérdést, aki esetleg lemaradt volna, az itt a csoportban vissza tudja hallgatni a live-okat. Ha beírjátok azt hashtaggel, hogy szia Zsuzsi, ha beírjátok azt hashtaggel, hogy eszköz junkie, akkor, vagy hashtag kérdez, volt egy csomó hashtagünk, de leginkább ezt, hogy hashtag eszköz junkie, akkor ki fogja dobni nektek a korábbi videókat, és vissza fogjátok tudni nézni őket. Abban egy csomó mindenről beszéltem. Szóval a mai eszközünk, amíg mindig nem mondtam el, egész jó tévés lennék, nem? Hogy hogyan kell úgy árulni a tévéshopban, hogy még mindig nem mondtam nektek semmit. Nem direkt csinálom. Még mindig nem mondtam semmit. Mindenki arra vár, hogy mondjad már, amit akartál. Mi az eszköz? Az eszköz, a lényeg. Szóval itt van az eszköz, itt a lényeg. Hogyha kérdéseket tesztek fel, akkor klassz lenne, hogyha hozzátennétek a kíváncsiságotokat is. Szóval, ha nincsen kíváncsiság a kérdéshez, és nincs hozzá jelenlét, akkor nem szoktak általában a kérdések működni. Amíg egy másik opció, hogyha a kérdés az nem időben vagyok. Igen, jókor jöttél. Még semmit nem mondtam. A lényeget még nem mondtam el, úgyhogy nagyon jókor jöttetek, Orsikám, nagyon ügyes vagy. Szóval az lett volna a lényeg ennek az egésznek, hogy kiegészítsem. Kérdezz, tegyél fel rengeteg kérdést. Az lenne ennek az egésznek a lényeg, hogy erősítsük ezt az izmunkat, ahol kérdéseket teszünk fel, ahelyett, hogy reakcióba mennénk, és állandóan válaszokat keresnénk. Szóval kérdéseket fogunk feltenni, ahelyett, hogy következtetésbe mennénk, kérdéseket fogunk feltenni. A kérdés viszont úgy fogjuk feltenni egyrészt, hogy jelen vagyunk. Hozd magad vissza a jelenbe azzal, hogy megérinted magad, csinálsz egy légzőgyakorlatot, vagy bármi, ami neked működik. Hogyan vagy te jelen? Föltelted ezt a kérdést is. Nagyon fontos, hogy ezekre a kérdésekre most nem várjuk a válaszokat. Senkit nem érdekel a válasz. Éberséget keresünk. Úgyhogy az lenne a kulcs, hogy fölteszünk kérdéseket, én a héten hozni fogok egy csomó kérdést magunknak, jelen leszünk hozzá, tehát fogjuk magunkat, leengedjük a falainkat, kiterjedünk, az is szuper klasszul működik, ahogy az energiahúzások elején szoktuk csinálni, és ma pluszban hozzáadunk egy extra, nagyon fontos komponenst, az, hogy légy kíváncsi. Most ez nagyon vicces lesz, így próbálok majd nektek egy kicsit színészkedni, amiben nem vagyok annyira tehetséges, de körülbelül így néz ki az, amikor kíváncsi vagy. Most direkt a legegyszerűbb kérdésekkel játszom, amit a legtöbben ismertek. Jó, például az, hogy hogyan lehetne ez ettől jobb? Ugye ezt a kérdést, ezt kétféleképpen tudjuk használni. Hogyha minden nagyon szar, minden veszni látszik, nincs pénz, nincs pasi, nincs, töltsétek ki a pontozott részt, akkor föltetted azt a kérdést, hogy hogyan lehetne ez ettől jobb? És kíváncsian, hogy vajon, és mész oda teheted a fejed belé, hogy vajon hogyan lehetne ez ettől jobb? Ez a fajta, angolul úgy mondanám, hogy wondering about it, hogy csak így tűnődsz, hogy vajon hogyan lehetne ez ettől jobb? És akkor van a másik oldal ennek a kérdésnek, amit nagyon kevesen használnak, of course, ami úgy hangzik, hogy hogyan lehetne ez még ettől is jobb, amikor minden szuper és klassz. Amikor minden szuper és klassz az életünkben, mert végül valamiért, valamilyen csoda folytán úgy alakul, hogy jól alakulnak a dolgaink, olyankor senki nem tanította meg nekünk azt, hogy mindig lehet jobb. Még a jónál is, a fenomenálisnál is, a fantasztikusnál is lehet jobb, és a legtöbbször ott állítjuk meg a teremtésünket, hogy nem teszünk fel egy következő kérdést, mert megérkezett, amit kértél, megjelent az, amit akartál, kérdeztél, játszottál, megérkezett, amit szerettél volna, és így eldöntötted, hogy ez megérkezett, és ott meg is állítottad a folyamatát a teremtésnek. A teremtésnek az lenne a lényege, hogy kérdéseket teszel fel azzal kapcsolatban, amit szeretnél megteremteni. Amikor megérkezik az, amit kértél, akkor pedig tovább kérdezel, hogy wow, köszönöm, hálás vagy érte, hogyan lehetne ez még
ettől is jobb. És oda teszed mögé a kíváncsiságot, az, hogy ha, vajon, hogyan lehetne ez még ettől is jobb? És ez a fajta kíváncsiság az, ami óriási változást hoz az életünkbe, mert nem úgy fogsz menni az utcán, mint az összes többi óvába szerintott, aki benne van a saját valóságában, és semmi más nem lát onnan, mindenki borzasztó. Amit hozzátennék, hogy nem, én nagyon szeretem ezt így hozzátenni, hogy ezek az emberek, akik így élnek, az nem azért van, mert velük valami baj lenne. Azért van, mert nincs információjuk. Azért, mert abban nőttek fel, azt hallották, azt tanulták, azok az izmaik lettek megedzve, hogy kifelé kell tekinteni. Ez a valóság nem érdekelt abban, hogy neked fantasztikus életed legyen, nem érdekelt abban, hogy nagyon tudatos legyél, mert akkor nem lehet téged kontrollálni. Azt pedig nem szeretik. Szóval, hogyha szeretnél egy picit kontrollon kívül lenni, hogy neked legyen kontrollod az életed felett, akkor az első lépés az az lehet, hogy kérdéseket teszel fel jelenlétből, és ebből a végtelen kíváncsiság teréből, amikor nem vagy kíváncsi a rohadt válaszra, hogy jaj, vajon hogyan lesz 10 millió dollárom, és így elkezdesz rajta gondolkodni, á, de nekem nem lehet, és ott fel is adod. És ez lenne a lényege ennek, amikor ebből a kíváncsiság volt, hogy fogalmam sincs, hogy hogyan lehetne ez ettől jobb, de engedem magam meglepni. Engedem magamnak, hogy meglepődjek. És el akarom nektek mesélni ezt a... Van egy fantasztikus sikersztorim, ami tényleg azt mondhatom, hogy a... így eldobom az agyamat tőle. Szóval én, nekem a családom nem igazán tudja, hogy én mivel foglalkozom, úgy nagyjából. De soha nem beszélgetünk erről, amikor hazamegyek, én nem mondogatom nekik, hogy jaj, hogyan lehetne ez még ettől is jobb, és menj el egy bárckezelésre, vagy nem szoktam ezekről beszélni nekik. Látják, hogy jól vagyok, látják, hogy klassz az életem, szuper jól vagyok, és amikor azt mondtam nektek néhány live-val ezelőtt, hogy mi lenne, ha nem megváltoztatni akarnánk az embereket, hanem az én életemmel, az én választásaimmal, azzal, ahogyan teremtek mindent, ami körülöttem van, meginvitálhatom őket abba, hogy nézd, neked is van más választásod. De mi van, ha nem akarnék senkire ráerőltetni semmit? Ezt mindig elmondom a tanfolyamaimon, és amikor valaki eljönnek bárs tanfolyamra, vagy alapozó tanfolyamra, vagy elengedés tanfolyamra, és akkor utána hogyan tudnám ezt átadni a családomnak? Hát leginkább úgy, hogy te használod az eszközöket, megváltozik az életed, és ők azt mondják, hogy mit szeretsz, mondd meg. Nem azzal, hogy voltam egy nagyon jó tanfolyamon, neked is ki kéne próbálni, szerintem most feküdjél le ide, vagy most tegyél fel egy kérdést, mert mindenkinek eljön az életében egy pont, ahol megérkezik a nyitottság. Na, szóval vissza az eredeti sztorihoz. Én nem szoktam erről beszélni a családomban, én nem mondom nekik az eszközöket, én csak csinálom a dolgomat, az anyukám meg szokta azért nézni, apukám is, hogyha van olyan napja, akkor bele szoktak nézni ezekbe a live-okba, vagy apa nagyon szereti a podcastot. De igazándiból nem beszélgetünk erről. Max azt látják, hogy állandóan valamiben vagyok, és hogy nálam ez egy ilyen megállás nélküli folyamat. És a minap fölhívott engem az én drága testvérem telefonon, hogy Pipi, így hívnak otthon, Pipi, azonnal mesélnem kell neked valamit, és elmesélte nekem, hogy képzeljem el, hogy ő ment valahová, és tudta, hogy el fog késni, de ott nincsen soha parkolóhely, és eszébe jutott, hogy azt a kérdést szoktam mindig mondani itt a videókban, meg kiírni a Facebookra, egy csomó helyen látta már tőlem, hogy mi kellene ahhoz, hogy pont, és egészíts ki. És akkor ment a kocsival, és föltett, mondja, hogy hát mit veszített, megkérdezi azt, hogy hogyan, mi kellene ahhoz, hogy legyen parkolóhely. És abban a pillanatban valaki fogta, és kitolatott, és lett parkolóhely. És mondja, hogy basszus, ez működik. És akkor utána történt vele még egy csomó minden, és elkezdte használni ezeket az eszközöket, és csak azért mondom ezt el nektek. Mert imádnám, hogyha a live-jaimat úgy hallgatnátok, hogy akármilyen tanfolyamot is végeztem, mintha még soha életedben nem hallottad volna ezeket az eszközöket. Egy csomó mindenki, aki eljön a tanfolyamra, mondjuk egy bárs tanfolyamra, meg szoktam kérdezni, hogy na, és miért jöttél bárs tanfolyamra? Hát képzeljem elő, elment egy bárckezelésre, és a bárckezelő mondta neki, hogy hát, hogyha ilyen szar helyzet van, akkor tett föl azt a kérdést, hogy hogyan lehetne ez ettől jobb. Hát ő elkezdte föltenni ezt a kérdést, és megváltozott az élete. Úgyhogy ez biztos jó cucc. És azon szoktam ilyenkor tűnődni, hogy miért van az, hogy
hogy felfedezzük, hogy ezek működnek, megváltoztatunk vele egy csomó dolgot, és utána így félretesszük. Tehát keressük a bonyolultat, a bonyolultabb eszközöket, mondjál még valamit. Ahelyett, hogy csak ezeket a végtelenül egyszerű eszközöket használnánk, és építenénk be a mindennapjainkba, és nem dobnánk el azért, mert már használom egy ideje, hanem mindig, mindig, mindig ott lenne a világunkban. És most, hogy a tesóm elmesélte ezt, jönnek bárs tanfolyamra, ráadásul Perlával, keresztlányommal, júliusban, a júliusi tanfolyamon ott lesznek. Eldobtam az agyamat, azt mondta, hogy ez a cucc működik, úristen, mi tökre hasonlóak vagyunk, de eddig mindig azt hittem, hogy ilyen furi vagyok, de már annyit hallotta tőlem, mert mindig látja ezeket a videókat, bele szoktak hallgatni, vagy nem tudom, ezekbe a tévéinterjúkba, és akkor bele szoktak hallgatni, hogy hát most mi veszíteni valójában fölteheti a kérdést. És aztán volt nálunk most itt szombaton, volt a szülinapja a tesómnak, és Majával kitaláltuk, hogy szeretnénk egy ilyen kis privát sminktanfolyamot, mert hogy nem vagyunk túl ügyesek ebbe a sminkelésbe a podcasthoz, és hát biztos ti is szoktátok nézni a videókat a YouTube-on, hát jó, ránk férne egy jó sminkelés, és akkor Majával kitaláltuk, hogy a Kriston Petrához, aki a fotóinkhoz szokott minket sminkelni, beiratkozunk egy ilyen kis privát kis mini sminktanfolyamra, és a tesómat is meghívtam, és amikor megérkezett a tesóm, akkor mondtam neki, hogy meséld már el Majának, hogy milyen klassz élményeid vannak, és az a lelkesedés, az az öröm, ahogyan mesélte, hogy és akkor egyszer csak sehol nincs hely, már az ötödik kört mentem, és egyszer csak föltettem ezt a kérdést, hogy mi kellene az, hogy legyen egy parkoló, abban a pillanatban valaki rükkversbe tette az autót, és ott termett a hely. És annyira imádtam, ahogy ezt elmesélte, és azt mondtam magamnak, hogy na ebből kérek én is, mert én is hajlamos vagyok arra, hogy én sokat használom az eszközöket, én nagy junkie vagyok, de hogy ezeket, ezt az egyszerűséget, ezt a tisztaságot elfelejtettem nekik, azt szeretem, akik aztán eljönnek a tanfolyamokra, az elején nincs más eszközük, mert csak elmennek egy bárszkezés, és ott azt mondja nekik a bárszkező, hogy hát, én nem vagyok facilitátor, megfacilitálni nem tudlak, de adok neked néhány klassz kis eszközt. És akkor odaadjuk ezeket a bárs tanfolyamon tanult nagyon egyszerű eszközöket, és az emberek nem bonyolítanak, és megváltoztatják az életüket. Szóval mindenhol, ahol bonyolítotok, vagy ahol bonyolítunk, mondjuk így, azt feladnátok el, és elkezdenétek-e mindent letisztítani, és a legegyszerűbb eszközöket elkezdeni használni, és nem eldobni őket. Én ezért mondom mindenkinek, hogy ha valaki csak elmegy egy bárs tanfolyamra, az egész életét meg tudja változtatni. Ott annyi eszköz kap, a könyvet elviheti. Annyira fantasztikus dolgok vannak egy ilyen tanfolyamon. Most is kettő is volt egymás után, mert olyan sokan voltunk, hogy nem fértünk be a helyszínre egy tanfolyamra, úgyhogy ketté kellett osztanunk a csapatot, és olyan fantasztikus dolgokat fedeztünk ott fel, és ott igazán elmélyül egy lejjebb mindenkinek ez az eszközösdi, úgyhogy ha tehetitek is, van rá lehetőségetek, akkor menjetek el egyszer egy bárs tanfolyamra, szerintem szuper klassz. Na és ott beszélgetünk először a kérdésekről, mert sokan szokták kérdezni, hogy mi ez az egész Access Consciousness, és én mindig csak ennyit szoktam erről mondani, hogy ez egy klassz kis eszköztár. 2021-ben releváns eszközökkel meg tudod változtatni az életed, tudatosabb lehetsz, anélkül, hogy egy barlangba el kellene vonulnod egyedül, és ott töltened nem tudom mennyi időt. Ehelyett itt vannak ezek a klassz eszközök, és a bárs kezelésre mondjuk olyan állapotokat tudsz elérni, amit nem tudom hány óra meditációval. Na ezzel nem a meditációt akartam degradálni, nehogy félreértsétek, mert én nagyon imádom. Szerintem az is a jelenlétnek egy szuper klassz eszköze, de rengeteg olyan dinamikus, gyors eszköz van, amivel rapid módon, fantasztikusan meg lehet változtatni dolgokat. Szóval, nem is tudom, hogy hogy kanyarodtam ide. Nálam már nagyon érik, hogy részt vegyek. Hát, mindennek eljön a maga ideje szerintem. Az egy szuper klassz mélység. Ó, tudom, mit akartam nektek mondani, hogy akkor megkérdezi valaki, hogy mi ez az Access Consciousness egyáltalán, mi ez az egész, akkor mindig mondom, hogy ez nem valami, ez egy szuper klassz kis rendszer, amiben össze van gyűjtve egy csokorba több ezer eszköz. És itt nem kell elmenned mindenféle helyre, hogy összegyűjts az eszközöket, hanem elég eljönni erre az egy helyre, és itt össze van szedve, és kiválogathatod azokat, amelyek a te kedvenceid, és mindenki megtalálja a saját kedvenceit, ki a testkezelésekbe, ki a dumába, ki a mindenfélébe, ami Szabinka nagy processzelésekbe, aki kívülről tudja az összes tisztítást, szóval csomó eszköz van, amiből lehet klasszul választani, és
Én azt szoktam mindig elmesélni, hogy ez az egész egyetlen egy kérdéssel indult, amikor Kerry Douglas föltette azt a kérdést, hogy mit szeretnék, milyen legyen az életem. És fogta, kíváncsi volt, ez a gyermekirásság az, hogy vajon milyen lehetne az életem, vajon mit szeretnék, mi legyen benne. És ez az egy kérdés indította el ezt az egész rendszert, ugyanis azután, hogy Geri föltette ezt a kérdést, tudta azt, hogy éberebb, mint más emberek, és hagyta, hogy nem a kérdés, nem a válaszokat kereste a kérdésre, nem azt mondta, hogy mi lenne, ha felfedezném, hogy mit szeretnék, milyen legyen az életem, és csak hagyta, hogy ahogy jöttek a dolgok be az életébe, csak hagyta őket ott megjelenni, és ránézett arra, hogy na, ha ezt választom, akkor olyan lesz az életem, mint amilyet szeretnék, vagy nem. És akkor azt mondta, hogy ez ettől olyan lesz, ettől nem olyan lesz, ettől olyan, nem olyan, és szépen így válogatott a dolgok közül, és folyamatosan alakult ki ez az egész dolog, amit ma már Access Consciousness-nek hívunk, és minden egyetlen egy kérdéssel indult. És emlékeztek, a múltkor mondtam nektek, hogy nem tudsz választani, amikor azt mondjuk nektek, hogy válasz valami mást, akkor ilyenkor oda mennél a gumipacskárral, és így jó pofán vernéd az illetőt, aki azt mondja neked, hogy válaszd el valami mást. Ilyenkor szoktam mondani, hogy fuck you, azt is mondjátok el ilyenkor, hogy hogyan válasszom valami mást az a szerencsétlen, mert eddig ezt még soha nem hallott, és ilyenkor szoktam mondani, hogy akkor fogsz tudni választani, ha tudod, hogy mit szeretnéd teremteni az életedként. Ha tudod, hogy milyen életet szeretnél 5 év múlva, 10 év múlva, 100 év múlva. Mert akkor fölteszed a kérdéseket, most már jelenlétből, és rohadt kíváncsian, hogy ha, vajon mit szeretnék, milyen legyen az életem? Hol szeretnék lenni? Kivel? Mikor? Hogyan? És mögé teszed ezt a nagyfokú kíváncsiságot, ahol csak így nagyon kíváncsi. Ez ettől egy picit ilyen furi leszel. Nekem szokták így mondani, hogy furi vagyok, mert én tényleg ilyen, mindig ilyen nagyon tűnődő vagyok, vagy ilyen nagyon kíváncsi, hogy tényleg? Oh, wow! Vajon, ha oda teszem, vajon milyen lesz az életem? Vajon, ha megveszem ezt a dolgot, hoz-e nekem pénzt? És ott van ez az állandó kíváncsiság a világomban. Ma is, mielőtt ideültem a live-hoz, el kellett mennem itthonról, mert csináltak valamit itt a lakásban, és addig itt mentem körbe a környékem, és itt van egy csomó üzlet, és tudtam, hogy kéne vennem egy-két dolgot Mexikóra, és amikor bementem, akkor föltettem egy csomó kérdést, hogy vajon, ha megveszem, ezt hoz nekem pénzt? És így volt, ami azt mondta, hogy igen, azt megvettem, amiről meg az jött, hogy nem, azt meg nem vettem, még akkor sem, hogyha a legjobb dealnek, a legjobb akció volt. Olyankor nem veszem meg, egyszerűen csak bízom ebben a tudásomban, hogy ha valamire az jön, hogy igen, az oké, ha valamire az jön, hogy nem, az nem, de vigyétek el ezt magatokkal, tudnotok kell, ki kell derítenetek, essential, hogy mit szeretnél, milyen legyen az életed 5 év múlva, és kérdezd meg ezt minden nap, vagy minden másnak, amikor kedved van, mert minél többet időzöl ebben a térben, annál több információd lesz arra, hogy mit szeretné jövőként teremteni, és ahogy megjelennek a lehetőségek, ez alapján fogsz tudni választani. Ha nem tudod, milyen életet szeretnél teremteni, nem tudsz választani. Ezért van az a legtöbbünknél, amikor odadobják a pofájába, hogy válasszál valami mást, hogy így mi? Hogy? Micsi? Merre menjek? Na és ilyenkor van ez, hogy így tudsz választani valami mást, hogy legközelebb tudni fogod, hogy milyen életet szeretnél teremteni, megvan ennek az energiája, ennek az érzete, mert beleülsz és beleengeded magad, és már tudod, hogy milyen lesz az az élet ott 5 év múlva. Én például nagyon jó vagyok ilyen jövőlátásban, én konkrétan képeket is látok, hogy ott leszek x év múlva, és az fog velem történni. És így megtörténik szó szerint az egész. Például most vettem ezt a kis kocsimat novemberben, és konkrétan, nem tudom, 12 évvel ezelőtt egyszer volt egy ilyen képem, nem alvás állapotában, de volt egy ilyen kép, hogy ülök egy kocsiban, állok ki egy mély garázsból, fölülről nézek be a kocsiba, nagyon kis elegáns vagyok, és egy kis Fiat 500-ast vezetek, egy helyre megyek.
És minden nap azóta, mióta ez a kép megjelent, ez a kép mindig megjelent így a fejemben. És amikor jöttem haza, hoztam haza a kocsit Szolnokról, akkor így fölnéztem, milyen jó kis tetőablakom van, és így oldalra néztem, és egy az egyben ugyanaz a táska, ami akkor abban a képben a fejemben, egy fekete táska kis lánccal, ott volt mellettem, és addigra béreltem egy kis garást, ahonnan így, mély garást, egy szálloda alatt, ahonnan így kellett kiállni, és ott álltam, és mondtam, hogy wow, látom a jövőt, ti mennyire látjátok a jövőt, vagy mennyire engeditek meg magatoknak, hogy lássátok a jövőt, és ugyanez igaz, pozitív, negatív dolgok, és a kulcs ebben az lenne, hogy ha éber vagy valamilyen jövőre, azt meg tudod változtatni. Ha hajlandó vagy ebből a térből működni, akkor mindent meg tudsz változtatni. Akkor nem kell, hogy rossz éberséged legyen, hogy úristen, azt nem akarom, hogy történjen velem, mert sokan ettől félnek, hogy van egy éberségem, amit nem akarom. De ez a klassz, hogy ha kérdésekből teremted az életedet, ezekkel a végtelenül egyszerű eszközökkel, amiket ma itt elmondtam neked, akkor nem lesz olyan éberség, amit el kellene kerülnöd. És ez nagyon fontos akkor is, hogyha igazán önmagad vagy, akkor nem lesz olyan éberség, amit el kellene kerülnöd, mert éber vagy arra, hogy ups, lehet, hogy a lábammal valami történni fog, ugye ezzel kezdtem ezt a live-ot, el kéne mennem az orvoshoz, erre oda mentem, és ő elmondta ezt az információt, de most még van időm arra, hogy ezt megváltoztassam. Most még van rá lehetőségem, mert be lehet ültetni porcot. Mondott egy csomó opciót, amit tudok csinálni, hogy ezt az egészet megváltoztassam, hogy mondjuk ne az legyen 5 év múlva a jövőm, hogy nem fogok tudni ráállni a lábamra, és onnantól életem végéig fájdalmak között kell élnem. Szóval, ha igazán akarod teremteni, szóval, hogyha igazán akarod teremteni az életedet, akkor ez egy nagyon fontos dolog, hogy ne legyen olyan éberség, amit el kell kerülnöd, légy hajlandó mindenre is éber lenni, a pozitívra, negatívra, jóra, rosszra. Mert hogyha hajlandó vagy erre, akkor nem kell semmit kizárnod, akkor ebben az állandó befogadás állapotában vagy, és minden egyes, mindenre rá tudsz nézni, hogy hogyan tudod megváltoztatni azt. Na, hát akkor ez lett volna a mai kis cuccom. Azt akartam nézni, hogy azt hiszem, hogy mennyi az idő. Várjatok. Ó! Belefértem 45 percbe. Szóval szeretem, ügyes voltam. Szóval, ez lenne a következő lépésünk, jó? Tehát, hogy onnan indultunk, hogy kérdezz, tegyél fel kérdéseket, nyitott kérdéseket. Volt egy ilyen videó is itt a csoportban, nézzétek vissza, ha nem láttátok. Aztán volt a következő videó, hogy légy jelen, ott is beszélgettünk egy csomót erről, és akkor most beszélgettünk arról, hogy légy kíváncsi. Szóval arra szeretnének meghívni benneteket, hogyha van hozzá kedvetek, holnaptól, de már ma is kezdődhet egyébként, én már ma kezdem, hogy ebből a végtelen kíváncsiság állapotából lenni, ahol jön valami, hogy ezt nem lehet megoldani, és te fölteszed azt a kérdést, hogy vajon mi kellene ahhoz, hogy ezt mégiscsak meg lehessen oldani? Mi kellene ahhoz, hogy ez a legjobban alakuljon úgy, ahogy még el se tudom képzelni? Túl az összes agyazásomon. És ez egy nagyon klassz kérdés tud lenni, ezt oda is adnám ma nektek, hogy mi kellene ahhoz, hogy ez a legjobban alakuljon, mégpedig úgy, ahogy el sem tudom azt képzelni. Na hát, szép estét nektek! Köszi, nagyon jó volt, nagyon örülök neki. Azt nem látom, hogy ki és mit írt, majd utólag fogom. Ja, Vali írta. Köszi, nagyon jó volt, nagyon örülök. Igyekeztem, remélem, hogy tényleg jó volt a hang, alig várom, hogy visszahallgassam. Most annyira vártam már ezt a mikrofont, ezt már akkor rendelte meg nekem Rita, amikor még Mexikóban voltam, mondtam neki, hogy kell nekünk rendes fény és rendes hang. Annyian vagyunk ezeken a live-okon, és annyian hallgatjuk, hogy megérdemlitek, hogy jó hangminőségbe tudjátok ezeket visszahallgatni. Most még gondolkodom rajta, de majd még holnapig alszom erre egyet, hogy lehet, hogy ezeket a live-okat letöltjük, és föltöltjük a YouTube-ra meg a SoundCloud-ra, mert akkor tudjátok hanganyag formájában is hallgatni őket. Nem kell bejönni ide a csoportba, és itt végignézni a videót, meg kikeresni. Szerinted sokkal jobb a hang, Szilvi? Úristen, köszi! Nagyon jó volt, köszi, Dóri! Dórikám, ma találkozok csütörtökön! Hát, na, jaj, meg akartam nektek mondani még egy hírt. Szóval itt majdnem elfelejtettem. Az egyik, hogy akarok szervezni, most így gondolkodom rajta, csak még nem tudom, hogy mikor, mert itt a lábamat megműtik, az ott elég necces lesz.
De majd úgyis beszámolok nektek, referálok, hogy hogyan áll ez az egész. De ha egy egész ügyes leszek, akkor arra gondoltam, ha ti benne lennétek, hogy szerveznénk itt Budapestre egy ilyen kis közösségtalit, ahol mind ilyen piknikszerűt, ilyen kis, úgy hívják ezt, Amerikában úgy szoktuk ezt mondani, hogy potluck, magyarul szerintem ezt úgy mondanánk, hogy morzsaparti, hogy mindenki hoz valami kis cukiságot, és akkor valahol összejövünk valami helyen a Margit-szigeten, és akkor ott lehet beszélgetni, aki esetleg volt már bártanfolyamon, akkor ők tudnának esetleg egy bársítni, és akkor csinálunk egy ilyen nagy, boldog közösség találkozót, ahova mindenki eljöhetne, aki szeretne. De majd előre kitalálom, mert ha vidéken laktok, akkor gyertek el akkor is, ne adjátok fel azért, mert Budapesten lesz. Gyertek el akkor is, majd Rita ezt még nem tudta, és szerintem nézi ezt a live-ot, úgyhogy Rita most már tudja, hogy milyen szervezésbe kell megint kezdeni. Lesz hozzá Facebook esemény, és akkor ki fogom ide tenni magunknak. De még mielőtt mennétek bárhová, ne menjetek, szóval aki használja az eszközöket, és csinál valami csodát az életében, vagy van bármilyen kérdése, és a hashtag eszközzsunkival megosztja itt a csoportban, köztetek a pénzes program előtt, ami majd június 14-én indul, aminek ugye az a cím, hogy a nagy pénzteremtés, 10 nap, minden nap találkozunk Zoomon, és lesz csomó gyakorlat, hanganyag, minden, hogy meg tud változtatni a pénzügyi valóságodat, mi van, ha nem a pénz a gáz, hanem a nézőpontjaink, meg a sok hülyeség, amit itt bezabáltunk. Úgyhogy azt már biztos láttátok azt az eseményt, de majd betesszük ide a csoportba, úgyis meg majd hamarosan elkezdünk róla posztolni. Gyertek jó sokan, szerintem szuper klassz, ezt minden reggel, meg minden este összejövünk és beszélgetünk az összes dologról. Minden, ami pénz. Minden, ami pénz. Szóval osszátok meg az élményeiteket, és akkor lehet nyerni rá egy tagságot, és a sorsolás majd azt is kitaláljuk, hogy mikor lesz, meg hogyan lesz. Mit akartam még nektek mondani? Szerintem körülbelül ennyit. Ó, és ha nem akartok lemaradni így a hírekről, akkor van a weboldalamon egyébként egy ilyen, olyan, mint a Facebook, csak az én weboldalamhoz fejlesztve, hát olyan sok mindent nem lehet rajta csinálni, de hogyha tagok vagytok, akkor kaptok értesítést. Ha vártok egy percet, lehet be is dobom ide. Várjatok. Cuki vagyok, hogy ezt most találtam ki, nem? Azt mondja, hogy a kapcsolat fül alatt van, ha felmentek a weboldalomra, van egy ilyen, hogy tagság, csak magyarra kell váltani. Mindjárt kimásolom. Megpróbálom ide betenni. Ah, nem enged ide betenni. Akkor beteszem majd utólag nektek. Szóval weboldalomra... Ó, oh, köszi! Ó! Oh. Ó, köszi Rita, a nagy pénzteremtős, köszi, beteszed Rita a tagságnak a linkjét is. Szóval, hogyha szeretnétek értesülni mindenféléről, hogy mi mikor lesz ilyen eseményekről, meg szoktam küldeni hírleveleket, amiben mindig küldök valami kis ajándék, hanganyagot, vagy eszközkét, akkor be tudtok regisztrálni oda, és akkor nem maradtok le a mindenféle hírekről, bármi van, vagy ha kiteszek egy blogposztot, kimegy a podcast, akkor azok mind ott lesznek. Na, és még egy kérdés, hogy tetszenek az új képeink Majával? Azt még meg se kérdeztem tőletek. Szerintem nagyon jók lettek, ugye, annyira, jaj, ezek annyira mi vagyunk, imádtuk az egészet úgy, ahogy volt, szerintem nagyon ránk fért, és képzeljétek el, hogy most már, hát már így amúgy a hallgatásban majdnem elértük a 100 000-et, de ha hozzáveszünk a YouTube-ot, akkor úgy néz ki, hogy megütöttük a héten, vagy most hamarosan megütjük a 100 000-es letöltést. Hát, elképesztő. A Apple Podcaston a top podcastok között is ott vagyunk az első 50-ben most már mindig Magyarországon. Az edukációban abban azt hiszem az első 4-ben, és aztán ebben a self-help-ben pedig... berakta a Rita brilliáns is. Figyú, Rita, nem a brilliánsra gondoltam, hanem tudod, ahol be lehet regisztrálni a weboldalomra. Ha belépsz a... Csak így nem tudok, bocsi, nem tudok kommentelni. Ha belépsz a weboldalon, akkor rámész a kapcsolatfülre, és ott alul lesz egy olyan, hogy tagság. És az lesz, hogy /membership.
azt, hogyha betennénk ide, és akkor regisztráljatok be a weboldalamon, és gyertek, mert akkor kaptok mindenféle cukiságot. Na, szóval ezek vannak, hát én nem nagyon fogok dolgozni, tanfolyamom nem nagyon lesz, de Székesfehérváron várunk benneteket szeretettel 19-én a Magyar Király Szállóban lesz elengedés tanfolyam kétnapos. Ez lesz már csak ide júniusra, aztán majd legközelebb csak júliusban lesznek tanfolyamok, bárs meg alapozó tanfolyam itt Budapesten, úgyhogy ha a kedvetek, gyertek, izgi lesz. És nagy helyszínen leszünk, úgyhogy most jó sokan beférünk, úgyhogy most már nem lesz ilyen limit sem, korlát, nem lesz korlátozva a létszám sem elvileg, úgyhogy ezt nagyon várjuk. Nagyon köszi nektek, hogy itt voltatok. Akartam még pár dolgot mondani, várjatok. Lesz egy csomó Facebook live-om, ha itt a Facebookon, majd megpróbálom őket megosztani veletek, ha kimentek az eredeti oldalamra, akkor ott kint van, lesz jövő héten két darab Facebook live-om, az egyik Andival, a másik pedig az elengedés Angival. Az egyik az én oldalamon lesz, a másikra Andinál kell regisztrálni, de ott lesz az események között. Majd kiposztolom nektek, jó, a héten ide a csoportba, és akkor nem fogtok lemaradni, illetve jövő hétre még a Diával is tervezünk egy másik Facebook live-ot az ő egyik oldalán, úgyhogy ha meg lesz az összes cucc, akkor az ki fogom ide tenni. Az egyikben a pénzteremtésről fogunk beszélgetni, az is szupi klassz lesz Andival, az nem az én oldalamon lesz, hanem az ő egyik csoportjában. Aztán a másik jövő hét szerdán az Angival az én oldalamon lesz, odakint, de majd azt megosztom veletek ide be is. És aztán még a Diával le kell egyeztetnem pontosan az időpontot, de ha az is meg lesz, lesz esemény, azt is megosztom veletek, úgyhogy lesz egy csomó klassz anyag, meg mindenféle lehetőség. Gyertek, tartsatok velünk mindenhol, és is változtassátok meg az életeteket, mert nagyon könnyű, nagyon egyszerű, és majd én meghozom hozzá az eszközöket, hogy könnyedén menjem. Szóval nagyon köszönöm, hogy ma is itt voltatok, majd dolgozunk ezeken a hanganyagokon, és nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velem, nagyon hálás vagyok. Ó, megtalálta Rita, ott van, látjátok? nicolette.erdély.com/membership. És van még egy másik hírem, na jó, nem menjetek sehová. Képzeljétek el, hogy megszereztem a domaint, nicolette.com, mert csak két hetet kell rá várni, és a weboldalomnak ez lesz a címe, hogy nicolette.com. Nem kell senkinek azzal vekengenie, hogy most erdélyi elipszilonos jével, vagy erdélyi e-ével, vagy hogy van ez? Nagyon egyszerű lesz mostantól, nicolette.com. Szóval már csak pár hét, mert megvásároltam, csak át kell transportálnom az én ökántomra, úgyhogy ha meg lesz, akkor ez a változás is megtörténik. Erre vártam 2 éve, de majd úgyis mindent megosztok veletek, majd hozom a híreket. Szóval szép estét nektek, köszi, hogy itt voltatok ilyen sokan ma este is velem, és ne feledjétek, az a tervünk itt Gizával, hogy 5000-en leszünk ebben a csoportban a nyáron, úgyhogy ha úgy érzitek, hogy hasznos lenne ez a sok eszköz az embereknek, vagy jól éreznék magukat itt a csoportban, mindenkit várunk szeretettel, nem kell hozzá semmilyen előfeltétel, annyi anyag van itt, hogy mindenki tud bogarászni, meg keresgélni. Egyébként van a csoportban kereső, ne feledjétek, ha beírjátok oda, hogy energiahúzás, vagy bármi, ami érdekel benneteket, akkor biztos, hogy ki fog dobni tőlem, vagy egy videót, vagy egy kérdést, vagy egy anyagot, szóval ez itt a csoport, gyerekek. Itt találtok meg mindent. Szóval szép estét nektek, köszi, hogy ma is itt voltatok, és aztán amint megérik bennem az új eszköz, meg az új gondolatok, meg lesz időm, mert amúgy már megérett bennem ez a cucc, csak semmire nem volt időm, akkor jövök, és akkor live-ozunk újra. C'est la vie!